Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV szerdai híradója. Nézzük fontosabb híreinket először röviden. Korszerűbb közvilágítás. A tervek szerint a hétvégére végeznek a munkával a Kinizsi utcában. Vonulnak. A gólyák többsége már elrepült, aki szeptemberben is lát egyedet a fészekben, értesítse a szakembereket. Bemutatták. A Pesek című kisfilmet népes közönség előtt vetítették a moziban, a Kanizsa TV nézői ma este is láthatják. Most pedig a részletek és további híreink. Holnap lejár a cégkapu regisztráció határideje. A gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 1-től kötelező a szolgáltatás használata. Ezzel az eddigi papír alapú kommunikáció helyett személyes ügyintézés nélkül kényelmesebben és gyorsabban az interneten lesz megoldható a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kommunikáció. A cégkaput a már korábban bevezetett ügyfélkapu mintájára hozták létre. A regisztrációt augusztus 31-éig kell elvégezni, de a törvény biztosít egy átmeneti felkészülési időszakot, így december 31-éig még hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg. Azonban, aki a türelmi idő lejártáig sem regisztrál, az súlyos, akár 20 millió forintos büntetést is kaphat. A cégkapura regisztrálni a cégkapu.gov.hu oldalon lehet. Megújul a közvilágítás a Kinizsi utca kenyérgyár előtti szakaszán. Az EU munkatársai mintegy 6 millió forint értékben cserélik ki a régi, faoszlopos, légvezetékes hálózatot modern kandeláberekre, valamint földkábelre. A munkálatok előreláthatóan szeptember 1-ig tartanak. A munkálatok során közel 290 méter hosszan kerül sor a földkábel kiépítésére, valamint 6 darab acélkandeláber kerül beállításra ezen a hálózati szakaszon. Az EON erre a munkára közel 6 millió forintot költ. Ez a munka egyébként nagy részben zöld területen fog történni, tehát a kandelláberek állítás, illetve a földkábel építése elsősorban zöld területet fog érinteni. Két kandelláber környi szakaszon a járdában történik a földkábel építése, úgyhogy egy idő alatt a gyalogos forgalmat a másik oldalon fogjuk tudni biztosítani. Illetve számítani kell arra, hogy félsávban az autós forgalom is zavartatva lesz, hiszen a kandelláberek állításához hely kell, és ezért szükséges a forgalom időszakos korlátozása. Jubileumra készül és folyamatosan fejlődik a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Jelenleg közösségi helyiséget alakítanak ki, bővítik a parkolót, valamint céges kirándulásra is készülnek az 50 éves évforduló alkalmából. Az új közösségi helyiség kialakítása a munkaidőn túli programok megvalósítását szolgálja. Az EON tetterő pályázatának köszönhetően az energiaszolgáltató munkatársai önkéntes munkát végeztek a Kanizsai Gazdasági Társaságnál. A közösségi térben lehet majd internetezni is. A jogelőddel együtt 50 éves cégnél a kerek évfordulót egy különleges ajándékkal is emlékezetessé teszik. Az ötletelés közben egy másik lehetőség is felmerült, és emellett döntöttünk végül, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan meghatározó és jelentős élmény lesz kollégáink számára, ami sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint egy bárhol eltöltött bármilyen szép vacsora. Ez azt jelenti, hogy el fogjuk vinni az összes dolgozónkat jövő héten pénteken a tengerre. Reggel indulunk, este jövünk, két busz fogja elszállítani a kollégákat, és ez talán megható történet is. Van jó néhány olyan dolgozó, aki soha nem volt és nem látta a tengert, és talán nem is lesz lehetősége soha az életben ezen kívül eljutni egy ilyen helyre. Valentin Lajost a szabadsága alatt kereste fel a cég munkatársa a közelgő kirándulás hírével. Ő nem is akarta elhinni, hogy az információ valós. Mondtam a kolléganőnek, hogy hát augusztusban az áprilisi tejfa az nem biztos, hogy annyira bejön, és már nem letettem a telefont, és akkor még csak győzködött, hogy igen, igen, és lesz, és mondtam neki, hát mondom, eznek a valószínűsége kevesebb, mint a Lotto 5-ösnek, hogy így szabadság alatt felhívják az embert, hogy a cég ilyen kellemes meglepetést tud okozni.
A fejlesztések sem állnak meg. A gazdasági társaság székhelyének környéke is megújul. A parkolóhelyeket bővítik, valamint hamarosan arra is lehetőség lesz, hogy a kerékpárral munkába járók fedett, biztonságos helyen tudják tárolni bicikliüket. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Fejlesztéseiről bővebben a mai napi Kanizsa rovatban lesz szó. Nehéz napok várnak az allergiásokra. Az átmeneti csökkenés után ismét emelkedik a parlagfű pollen terhelése. Tegnaptól országszerte újra nagyon magas koncentrációban van jelen a parlagfű virágpora, ezért mindenhol életbe lépett a másodfokú riasztás. Azokon a területeken, ahol a parlagfű pollen koncentrációja eléri a nagyon magas szintet, ott minden allergiás erős vagy igen erős tünetekre számíthat. Nem javasolja a szakember a jégverés miatti korábbi szüretet a förhénci gazdáknak. Förhénci Horváth Gyula szerint a gyümölcsfejlettségi állapota alapján kell meghozni a döntést. A vasárnap esti viharban sávosan esett a jég a hegyháton, így jelentős kárt nem okozott, de egyes ültetvényeken sérült a szőlő. A veszteség mértéke a területtől és szőlőfajtától is függött. A későn érő vastagabb héjú termést nem károsította a jég, de a nagyobb bogyójú és vékonyabb héjú szőlők szemeit leverte, felszaggatta. A gazdák tartanak a sérült gyümölcs rothadásától, egyébként pedig azt mondják, még soha nem tapasztaltak augusztus végén éjszakai jégesőt. Nem javaslom senkinek, hogy elhamarkodjon a szüretkezdés, az mindig fehér szőlőnél a savcukorarány kell, hogy meghatározza a kék szőlőnél meg a cselsavérettség. Természetesen vannak lehetőségek, hogy még mindig védjük különféle gyógyító hatású permetszerekkel is, ezeket a gazdabótokban erre tudnak tanácsot adni, de a lényeg az, hogy a botritis gombára és a növénynek az általános egészségi állapotára kell szert kérni, ez vagy résztartalmú kell legyen részben, hiszen az regenerálja magát a növényt, hát a fürtöket meg rövid hatás fokú, illetve élelmezési várakozási idejű botritis elleni szerrel kell még kezelni. Értesítsék a szakembereket, ha szeptemberben is látnak gólyát, kéri a Magyar Madártani Egyesület. A gólyák többsége már csapatokba verődve útrakelt, a zalai egyedek közül jó néhány szintén elhagyta az országot. Már csak egy-két helyen lehet találkozni a madarakkal, nekik is a napokban kell elindulniuk. Az elhúzódó vonulás oka a fiókák nevelése, a korábban érkezett gólyák időben felnevelték utódaikat, és már két hete elrepültek. Aki sérült vagy a jövő hónapban is az országban maradó gólyát lát, segíthet rajta. Szeptemberben, ha még látnak a fészken gólyát, akkor az már kicsit gyanús, tehát akkor mindenképpen értesítsék a helyi csoportot, vagy a nemzeti parkot. A honlapon, a Madár Egyesület honlapján meg lehet találni a elérhetőségeinket, a Balatonfelvidéki Parknak pedig szintén a honlapján. Ezeket a gólyákat érdemes figyelni, hogy hát ha valami probléma van velük, és akkor nem mennek el. Lehet, hogy befogni nem kell, vagy lehet, hogy nem is lehet, de esetleg, ha itt maradnak, akkor ha kemény lesz a cél, akkor valami segítségre szorulnak. Hogyha valamelyik annyira sérült, hogy be lehet fogni, akkor azt pedig a menékosztai madár menhelyre kerül, és akkor ott fogja a telet átvészelni. Bemutatták a Pesek című kisfilmet. A pénzhamisító hegedűművész kalandos szökéséről szóló alkotást tegnap délután a moziban, majd este a Kanizsa TV-n is láthatták az érdeklődők. A rövid filmet a kanizsai fiatalokból álló Imperátor stúdió készítette munkatársunk közreműködésével. Sokan voltak kíváncsiak a Pesek című kisfilmre, a bemutatóra több mint 100-an elmentek. Körülbelül egy év munka után végre azt mondhatjuk, hogy a Pesek elkészült. A filmet a 15 éves Lendvai Kristóf írta és rendezte. A Batthyány is fiú Pesek Ignácról, Kocsis Katalintól hallott, aki a blogján is megírta a pénzhamisító hegedűművész történetét. Ebből kiderül, Pesek 1917-ben érkezett Nagykanizsára, ígéretes hegedűművész volt, de aztán pénzhamisítási botrányba keveredett. Júliusban tartóztatták le, és a legvégén novemberben szökött meg. És mire ezt mind az újságok megírták, mire én ezt mind végigolvastam, ugye, mert mást is olvastam az újságokban, nem csak ezt a sztorit, de ezt külön kiemelten. És hát annyira érdekes volt követni, mint egy tényleg, mintha az ember egy krimit olvasott volna, egy folytatásos krimit. És hát bizony drukkoltam a Peseknek, hogy sikerüljön neki megszökni. Szenzációs pénzhamisítás tartja lázban az egész város lakosságát. Bravo!
Bravo! Fantasztikus! Önök a pénzhamisítók! Segítőkkel együtt csaknem 40 fős stáb dolgozott a forgatáson. Operatőrnek és vágónak a Kanizsa TV munkatársát kérték fel. Egy ekkora vásznon nézni a saját munkádat, még akkor is, hogyha te semmi más nem csináltál, mint hogy mondjuk a csapót csapkodtad menet közben, de akkor is ugye adtál már egy picit a filmhez, szerintem ez hihetetlen jó érzés. A kanizsai premiát követően a 17 perces kisfilmet különböző szemlékre is benevezik, az alkotók bíznak munkájuk sikerében. Eddig az eddigi technikánkkal és eszközeinkkel mondjuk úgy, hogy az amatőrfilm kategóriában voltunk, és így, hogy ennyi segítséget kaptunk a város minden pontjából, egy nagyobb szintre léptünk és átléptünk egy határt, és ezt már nem lehet amatőrfilmnek nevezni, hanem ez egy kicsit több, és nagyon elégedett vagyok vele. A Pesek című kisfilmet a Kanizsa TV is műsorára tűzi. Legközelebb ma este 20 óra 45 perccel láthatják. Várják a fiatal néptáncosok jelentkezését. A Zalagyöngye Tánc Együttes idén szeptemberben is elindítja néptáncos foglalkozását, az Aprók táncát, de nem csak ide várják az érdeklődő gyerekeket, hanem a Szikrák tánccsoportba is. A táncos tapasztalat nem feltétel, a szervezők felzárkóztató foglalkozásokat is tartanak majd. Jelentkezni az órák helyszínén, azaz a Móricz Zsigmond Művelődési Házban vagy a képernyőn látható telefonszámon lehet. Két korcsoportban indítunk foglalkozásokat gyerekeknek, kisebbeknek, nagycsoportos, első osztályos korosztálynak indítjuk az egyik csoportot. Ezt Péter Katalin óvónő néptáncpedagógus fogja vezetni. Pávlic Erika népdalénekes segítségével, ők ketten a gazdai ennek a csoportnak. A másik korosztály az az általános iskola alsó tagozata, 5.-6. osztály, akiket szívesen várunk ide a csoportba, a Szikrák Tánc Együttesbe várjuk a tagokat, jelentkezőket, elsősorban fiúkat, de természetesen lányok jelentkezését is elfogadjuk. A Balatonon készültek az új idényre a premieres táncosok. A Balatonszemesi edzőtábor programjában erősítés, nyújtás, tánctechnika, jazz, modern tánc és koreográfia tanulás is szerepelt. A napi 6-8 óra tréning mellett szórakozásra is maradt idő. A táncosok strandoltak, teniszeztek és tollasoztak is. A tábor utolsó estéje a hagyományokhoz híven fellépéssel zárult. A Premier Táncklub növendékei a hazatérés után sem lazítanak, a HSMK falai között folytatják a felkészülést. Most pedig nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. Korszerűbb közvilágítás. A tervek szerint a hétvégére végeznek a munkával a Kinizsi utcában. Vonulnak. A gólyák többsége már elrepült, aki szeptemberben is lát egyedet a fészekben, értesítse a szakembereket. Bemutatták. A Pesek című kisfilmet népes közönség előtt vetítették a moziban, a Kanizsa TV nézői ma este is láthatják. Ez volt a Kanizsa TV szerdai híradója, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, további szép estét kívánok, viszontlátásra!